Lukács evangéliuma 15. rész Az elveszett jó A vámszerők és a bűnösök minnyáján Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt, a farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99 a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Az elveszett drachma vagy ha egy asszonynak tíz drakmája van, és elveszít egy drakmát, vajon nem gyújt a lámpást, nem söprie ki a házát, és nem keresie gondosan, míg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. A tékozdó fiú Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened nem vagyok többi méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tígy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és végadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szektem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Végadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.